ha nagy bánattal élem. Ó, árva az apuja, akinek anyja nincsen, mama hely. Ó, mert mink is árvák vagyunk, mert anya nélkül van. Mese volt. Három főbb szempont szerint szoktuk elbírálni a mesemondást. Az egyik a szövegválasztás. Ezen belül azt értjük, hogy mennyire ismert mesét választott a mesemondó. Természetesen értékesebbek azok a produkciók, amikor a mesemondó olyan mesét hoz, melyet kevésbé ismernek az ott lévők. Azt is igyekszik a zsűri értékelni, hogy mennyire illik a szöveg a mesemondó személyéhez. Ez már persze az előadásmód szempontját érinti elsősorban. Tehát mennyire hitelesen, mennyire átéléssel, mennyire igyekszik az egykori mesemondók előadásmódját ösztönösen is követni, hogy ráérez-e arra, hogy a népmese valójában szóbeli műfaj, és azt úgy is kell előadni a mindennapi nyelv készletével és az élő beszéd elevenségével. Nagyon örülünk annak, hogyha a mesemondó lehetőleg a saját tájegységének a nyelvi ízeit, nyelvjárási színezetét hozza, mert értelemszerűen azt tudja ő leghitelesebben visszaadni, hiszen abban él, és azt nem kell tanulnia. Találkozik egy nagy, kemény orosz katonával. Dicsírtál, sikizuskának szedleva, látd a királyval a sorog is sör egy kölyököt a kezemre. Hogy üssem a kezedet? Hát nem fáj. Üssed, de busulj. Forgott jobbra-balra, nem volt azt arra, mire tegye a kázit. De mi jött a tászéba, hogy a tenyerit feltegye az arcára. Na, issad ide, de álljon, minden áridbél, hogy tátszik neked. Mikor az orosz egy igen nagy kölyökját felemálta, és oda vágott a cigányok az arcához, akkor a cigány arántotta a tenyerit onnan, és olyan vágott az orosz az arcához, hogy elcsavarodott az áll és alásett. Na, cigány, pakelállak kellett, pakelállat kaptál. Igazából meglepett az eredmény engem is. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar eljön az az idő, amikor érdemben tudnak tanítványaink versenyezni, akik heti 3 órában tudják hivatalos keretek között tanulni a magyar nyelvet, de azt hiszem, hogy ez a magyar oktatási program fiatalos lendületének az egyik kiemelkedő eredménye, és ez az egyik olyan pont, ahol meg tudjuk ragadni ezt a hagyományápolást. És ugye már a pusztinai népdalénekesek, meg baladaénekesek, azok már nagyon régóta, tehát régebb óta sikereket könyvelhetnek el maguknak a baladaének versenyeken. Ezért gondoltuk, hogy a népmese is lehet egy ennyire testhez álló téma, vagy felület, ahol a gyerekeket be tudjuk vezetni az anyanyelvápolás szépségeibe. Mert a begyűjtött, meg most is azért élő szóban is élő meséket, ezek a gyerekek egészen hitelesen tudják visszaadni. Itt a vége, fuss el vélem!